mi, mikor megszülettünk, nagyon nagy szegénység volt Magyarországon. És anyukánk saját maga kötötte nekünk a kesztyűt, a pulóvert, a sapkát, a sálat, amit csak lehetett. És azon belül anya is nagyon szeretett kézimunkázni, hímezni. És az mellett még horgolni is. És mivel hogy az emberiséget az akkori történelem rávezette arra, hogy amit csak lehetsz, csinálj meg a két kezeddel, én is ezt anyutól örököltem. És amit csak lehet, megcsinálok a két kezemmel. Kislánykoromban is én nagyon szerettem a kézimunkát. Én horgolni is tudok, kötni is tudok, habár a kötés az nem annyira nagyon fogott meg, inkább a hímzés. Mikor mélyült el ez Erzsénél? Hát én nálam ez 11-12 éves koromban mélyült el ez a hímzés. És hát vannak abból a korból is, kislánykoromból is valahol a szekrény mélyében ilyen régi kis terítők, meg párnák. Akkor nagyon divat volt a kis keresztszemes öltések, a keresztszemes futók, a keresztszemes párnák. És ezzel kezdődött, és ezután rajzolódott ki az, amit csinálok. Az édesanyja volt, aki elindította ezen az úton, azóta önszorgalomból, önképzésből, autodidakta módon sikerült továbbfejleszteni a tudást, vagy azért volt kitől azóta is begyűjteni az újabb és újabb ismereteket? Hát az az igazság, hogy van egy kalocsai házaspár ismerősünk, akik az erőmű építkezésvel kapcsolatban Paksra költöztek, és ők eredeti kalocsaiak, és amit én nem tudtam, vagy mai napig bizonytalan vagyok benne, akkor felkeresem és kikérem a tanácsát. És akkor így próbálom továbbfejleszteni ennek a gyönyörű kalocsai hímzésnek a világát. Hiszen a kalocsai hímzés áll önhöz a legközelebb. Miért pont? A kalocsai hímzésben ebbe benne van, például a színes kalocsai, az eredeti színes kalocsai az, amiben paprika is van. Mert a paprika az kalocsáról származik. A terítőkben általában nagyon sok terítőben a paprika motívum is benne van. Az mellett a rózsa, a bimbó, a kék ne felejts, a buzavirág, a buzakalász, és még van a szomorú pamukos kalocsai, szomorú pamukos koszorú és riselő széllel. A riselőjét nem én szokom csinálni, mert azt nem tudtam megtanulni. De a szomorú pamukost azt akkor szokom kimezni, mikor a lelki világom úgy alakul, hogy most nincsen a színes világhoz hangulatom, akkor szomorú pamukosat hímzek. És ez mellett még van a fehér alapon fehérrel hímezve, és az meg csodálatos, mert az minden stílusú bútorhoz, mindenhez fel lehet tenni, és gyönyörű mutatós. Jelenleg ezen a szép kis kalocsai terítőn dolgozom, ami eléggé munkás, színvonalas. Hát ebben is a kalocsai színeknek minden színe megfordul, ami szintén az embernek a világát tükrözi, a színvilág, az emberiségnek a színvilágát tükrözi. Hát ez eléggé munkás, eléggé tömör, hát erre még egy jó pár óra hosszát rá kell szánnom, mire elkészül ez a terítő. Ugye jellegzetes virágminták vannak, a színeken felül még mi jellemző a kalocsai? Kalocsaira jellemző a rózsa, a kék ne felejts, a rózsabimbó, az ibolya, az árvácska, hát ebbe árvácska pont nincsen, az ibolya, kék ne felejts, a rózsa. Ezek még ilyen kis bontakozó kis bimbók. Látom, előre meg van rajzolva, mint ezt Erzsi maga rajzolja meg, vagy nem. Már így veszik észre? Én ezt tett, és én nagyon ragaszkodom hozzá, amit én hímzek, hát itt még lehet látni. Én csak eredeti kézzel rajzolt motívumokat szeretek varni. Mert ez úgy érzem, hogy ez él.
Hol rajzolják ezeket ma még? Ma még csak Kalocsán és Kalocsa környékén rajzolják ezeket a terítőket. Idős asszonyok? Hát nagyon idős, 70-80 éves nénik akik, és nagyon érdekes, nagyon szeretem a kalocsai embereket, nagyon szorgalmas emberek, mert még ezek az idős 70-80 éves emberek is tavasztól őszig a földeken dolgoznak, paprika termeléssel foglalkoznak, és csak télen rajzolnak, télen kézi munkáznak. Nagyon szorgalmas emberek is, mint a méhek úgy dolgoznak, és azt hiszem lehetne tőlük még tanulni is egy kicsikét. Ez az egyik legkedvesebb terítőm, amiből egy kis motívum látszik, egy fél terítő látszik, nagyon szép, nagyon színharmóniás, és nagyon szeretem, nagyon gyönyörű. Ez meg egy különlegesen szép terítő, ez fehér alapon fehérrel hímezve. Ez is egy koszorú, mintha egy koszorút ábrándozna, és mintha úgy jön neki a koszorú, hogy összefogok mindenkit, az emberiséget, a szeretetet, a békességet. Ebbe benne van, azt hiszem, minden. Ezsi életében nem csak a hímzések, hanem a régiségek, a régi tárgyak is dominálnak. Itt a folyosón kapott helyet jó néhány a gyűjteményből. Mik a kedvencek? Hiszen itt sem mindegy, hogy melyik kerül ki dísznek a lakásban. Hát a kedvenceim az agyag, a réz és a fa. És nagyon szépek ezek az agyag, korsok, kaspók, kancsók. És hát ez is azt hiszem a régmúltat idézi mindegyik, és nagyon kellene rájuk vigyázni, mert ma nagyon kevés van belőlük. És akárcsak ugye a hímzésnél, az is ugye a hagyományt szimbolizálja, akár csak ezek a régi tárgyak, a letűnt kor maradványai, örökségei. Van nagyon sok szép díszítésű, de talán az emberek manapság már valahogy kihagyják az életükből ezeket a régi tárgyakat, vagy most talán inkább előtérbe kerül? Hogy látja, Ezsi? Hát én ezt úgy látom, hogy hát az igaz, hogy az emberek ezeket már kihagyják az életükből, mert limlomnak szánják, de én szerintem ez nem limlom, hanem ez velünk élő tárgyak, és ezekre nagyon kellene vigyázni, mert egyre kevesen van belőlük. És a legkedvencem az a korsó, amely a nap és a holdnak a váltakozása, az a kedvenceim közé tartozik, ami körülbelül 200 éves. És itt van egy gyönyörű darab, egy másik gyönyörű darab. Ez honnan van? Hát ezt Bölcskéről kaptam. Ez egy vizes korsó, aminek a füléből lehet inni. Látszik is rajta, hogy a füléből egy vizes korsó. Régen, mikor az emberek kijártak a határba dolgozni, ebbe tették a vizet, betették fa alá, és a lukon keresztül itták a vizet. Nagy becsben tartom. Nagyon nagy becsben tartom, és nagyon, nagyon szeretem, mert annyira nagyon szép, és annyira tükrözi a régi embereknek a nehéz életét. Ezek a tárgyak nem csak az otthont díszítették, hiszen ellátogattak egy kiállításra is, jelen volt jó néhány tárgy ezek közül. Ha jól tudom, Dunakömlődön volt egy régiség kiállítás. Igen, most volt ez évben, befordultam a konyhára, régi konyhai eszközökből csináltunk nagyon szép, nagyon színvonalas kiállítást. Nagyon szépre sikerült, és régi receptek alapján sütöttünk süteményeket, amit a vendégek nagyon nagy örömmel fogyasztottak, és nagyon ízlett nekik, és végén a receptekhez hozzájutottak. Nagyon fontos az, amit az önök családja tesz, ha elvonatkoztatunk a hímzéstől, hiszen
gyerekekkel foglalkoznak, és nem csak a sajátjukat nevelik, hanem az otthonból is bizony kihoztak már egy kislányt. Miért tartják ezt annyira fontosnak? Miért kell, hiszen azért van saját gyerek is. 3 saját gyermekünk van, és én nagyon fontosnak tartom az, hogy sajnos nagyon sok gyerek nem nevelkedhet szülői környezetbe, és ez nagyon érdekesen alakult. 1996 karácsonyán itthon készülöttem, mikor a rádióba, Kossuth rádióba hallottam, hogy nagyon sok állami gondozott gyermek van, aki szerető nevelő családba tudna felnevelkedni, de nagyon kevés a nevelő szülő vagy az örökbefogadó szülő. És hát a férjem kint tüsténkedett a garázsba, és mondtam a férjemnek, hát akkor a 3 és fél éves volt a Johanna kislányunk, hogy mondtam neki, Laci, mi volna hoznánk a Johanna mellé egy kicslányt? Azt mondja, jó van, azt mondja, Erzsi, majd még erről beszélgettünk, ha bementem. És akkor, hát már a karácsony is elmúlt, így január közepén meg is mondtam neki, mondom, Laci, hát tudod, hogy említettem neked, mi volna róla, mit a véleményed róla? Azt mondja, mennyiben hivatalban azt kérdezd meg, hogy ez hogy és mint is van. Hát egy húsvét tájékán már, egész húsvéti karácsonytól húsvétig úgy örlődött bennem a gondolat, de van, amikor elvetettem, van, amikor visszajött. És már húsvét is elmúlott, bementem a városi hivatalba, Pakson, és elmondtam a gondolataimat, mikor papírok mindennek készek voltak, lementünk Szexárdra, Palánkra, csecsemő otthonba, és mikor megláttam a Pamelát, és mondták, hogy ő olyan listán van, hogy nevelőszülőnek kivihető, kiadható. És mikor megláttam, akkor is ilyen gyönyörű, magas kis barna kislány volt, sokkal magasabb volt, mint a társai, és megláttam azt a riadt őzike kis szemeit, és én akkor azt mondtam, hogy nekem ez a kislány kell, semmi más. Október 3-án lesz 8 éve, hogy nálunk van a Pamikánk, nagyon szeressük, szófogadó, intelligens kislány. Mit jelent nevelőszülőnek lenni? Milyen kötelezettségeket vállalt a család? Nem kötelezettség. Ez nem kötelezettsége múlik. Ezen szereteten. Semmi máson. És én nagyon tudom tanácsolni az embereknek, hogy akiben van egy kis plusz energia, és a szívében, a lelkében egy kis plusz, kis szeretet, hozzanak ki gyereket. Nem kell semmi mást csinálni. Ugyanúgy kell nevelni, mintha sajátja volna. Ugyanúgy pusziba, ölelésbe, mindenbe ugyanazt kell megadni neki, és akkor nem lesz probléma. A család, a gyerekek például, a nagyobbak, hogy fogadták Pamela megjelenését? Szeretik, elfogadják. A nagyfiú, aki most 28 éves, az nagyon szereti, ő mindig partner, hogyha véletlenül olyan előadódik, hogy na most valamiért meg kell, hogy dorgáljam, akkor ő az első, aki kivédi. Hát a nagylányunk, aki már 10 éve nem él itthon, házastársi kapcsolatban él, ők is, hogyha kislánynak van akár születésnapja, vagy névnapja, vagy karácsony, vagy húsvét, ők is ugyanúgy megajándékozzák, mint a Johannát. Értékben is ugyanazt kapja, csak esetleg színbe más. Tehát igazi testvérként kezeli. Igen, igazi testvérként, igen. Igazi családtagként. Igazi családtagként. Ha jól tudom, akkor azért itt nem állnak meg, hiszen ebben van egy újabb jövevény a házhoz, szeretnének egy újabb gyerkőcöt ide fogadni önökhöz. Igen. Mi érezzük ezen a kislányon, hogy ő is mennyire nagyon hálás azt, amit kap tőlünk. Ezért nekünk nem is kell hálálkodni, mert a saját gyerekünktől sem várjuk el azt, hogy ő hálálkodjon nekünk, hanem az, hogy lássuk rajta, hogy ő is otthon van. És ő is érzi, hogy itt van itthon, itt szeretik, őnek ez a családja, és azt hiszem, ha még egy vagy két gyereknek ezt meg tudjuk adni,
mi egyszerű emberek, akkor biztos, hogy azoknak a gyermekeknek is szebb lesz a jövője. Életben nem szabad mindig mindent mérlegre tenni, mert akkor nem működik semmi. Se ha mindig mindent mérlegre teszünk, se anyagiakban nem szabad, szeretetet meg pláne nem szabad mérleggel mérni.